Sziasztok és üdvözlök mindenkit, én Krisztián vagyok, és ebben a videóban elérkeztünk a következő játékos értékelésekhez. Ismételten 10 darab játékost fogunk megnézni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek így a videó elején, hogy hatalmas a támogatás ezekkel a videókkal kapcsolatban. Mindig írtok kommentet, mindig lájkoltok, like és rengetegen nézitek meg ezeket az epizódokat. A legelső rész, ha jól tudom, az 34 ezer megtekintésnél jár, amit tényleg Iszonyatosan nagy számú, hogy nagyon-nagyon szépen köszönök mindenkinek, és higgyétek el, hogy ne féljetek megnyomni a feliratkozás gombot, mert ez a támogatásnak a leges, vagy a visszajelzésnek a leges, legjobb formája. Illetve ha szeretnétek megvenni, vagy úgymond előrendelni a FIFA 19-et, akkor nincs más dolgotok, mint felmenni a konzolokszervize.hu weboldalra, előrendelni, és egy ingyen FIFA 19-es messzhez juthattok hozzá. Fontos megemlíteni, hogy a komment szekcióba kérdeztétek, hogy ez most FIFA-n belüli messzt jelente, tehát ilyen digitális messz, nem. Srácok, ez a való életben lévő, mintha vennél mondjuk, mit tudom én, egy Real Madrid, Barcelona vagy ilyesmi meszt, ugyan olyat kapsz csak egy FIFA 19-es kiadásban. Úgyhogy ez tényleg a való életben tudod hordani, mint nekem mondjuk ez a póló. Szóval akkor ugorjunk a játékosokra, Coutinho az első, 30. Ő helyen. 81 pace, 81 shooting, 86 pass, 91 dribbling, azaz labdavezetés, illetve 64-es fizika társul ehhez a kártyához, valamint 5 csillagos trükkmozdulat, atya úristen, és 4 csillagos gyengébbik láb brutális. Azt gondolom, hogy ugye LV pozícióban talán Iszkó lehet az, nem tudom, hogy ebben az epizódban ki fog-e derülni, hogy Iszkó hanyas rétinget kapott, de elvileg ő LV kártyának lett bejelentve, nem vagyok benne biztos, hogy az lesz, majd talán a mai vagy a holnapi epizódban biztos ki fog derülni. Kutinyónak a kártyáját egyébként mindenképp tudom, a, 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 hát úgymond ajánlani, de de én inkább ktk használnám a helyetekbe. Tehát az a 91 dribbling, 86 passzolás az, az iszonyatosan erős, high high work rate, klábbal lábbal is, trükkmozdulatokat is tudjátok vele nyomni, úgyhogy én kutinnyó kártyáját maximálisan ajánlani tudom, hogyha esetlegesen laligás csapatotok van. Nézzük a következő játékost, az nem más, mint Jorisnak a kártyája. 88 diving, 92 reflex, 65 speed. Na az viszont betyáros srácok, ugyanis nem is nagyon láttam ennyi speeddel még kapust. Brutális, biztos, hogy nagyon gyorsan fog kijönni a kapuból, és remélhetőleg egy jó kártyáról beszélhetünk. Sokat gondolkodok egyébként azon, hogy majd Dehea vagy esetlegesen Loris védjene nálam a, a BPL csapatomban, mert ugye sokan ezt is kérdeztétek, én mindenféleképpen BPL-t fogok építeni legelőször meglátjuk, hogy milyen áron fognak mozogni ezen a játékosok, de én minden egyes évben a BPL-t erőltetem, mert én úgy gondolom, hogy mindig az IE azokat a úgymond ligákat erőlteti a legjobban, illetve azoknak a játékosokat húzza a legjobban fel, aki esetlegesen mondjuk támogatott, vagy partner, vagy egyéb dolog, úgyhogy én ezt gondolom, hogy valami ráció szerintem ebben lehet. Marcelo kártyája a következő, 82 pace, 83 pass, 90 dribbling, 82 fizika és 81 védekezés. High glow work rate, ami abszolút bullshit gyerekek. Nem tudom, hogy Marcelo kártyája a High Glow Work rate miatt használható lesz -e. Kapott egy 4 csillagos gyengébbik lábot és 5 csillagos trükkmozdulat Marcelónak. Azért az egy LB-nél kimondottan jónak mondható, de ezzel a high glow work réttel én nem gondolnám azt, hogy feltétlen használható lesz ez a Marcelo kártya. Már csak azért sem, mert, mert ha folyamatosan felragad a támadásoknál, azért nem egy Jordi futó mennyisége van, vagy futó értékei, azért 82 pésszel visszaérni, meglátjuk majd. Következő játékos, hoppá, 27. helyre került Mohamed Salah, hát én a 92 pészt azért kevésnek érzem, 88 összértékelés, az, az teljesen korrekt, és jó, nagyon brutális szezonja volt az öregnek, iszonyatosan tehetséges játékosról beszélünk, 84-es lövés, patent, 89-es labdavezetés, illetve 72-es fizika, Na most, hogyha esélyem lesz ezt a kártyát kipróbálni, akkor nekem a BPL csapatomban instant kezdő lesz, tehát az egyértelmű. Én szalán alapból a játékát nagyon szeretem a való életben, Ö, hasonlít szerintem messzi játékára, és mindkettőt, tehát ez a, ez a nagyon gyors dribbling, minden ez szerintem elképesztő, tehát erre nem mindenki képes a való életben nagyon jónak mondanám ezt a kártyát, viszont én a 92 pénzt az kicsit kevésnek érzem. Én 94-et azért kinéznék ebből a szalából. Azt gondolom, hát a három csillagos weak foot az nem mondható a legjobbnak, de a négy csillagos trükkmozdulat az tökéletes, és high medium work rate nagyszerű lehet egy szélsőnél. Iszkó kártyáját megkaptuk, hát nem szélső lett Iszkó végül is. Ugye sokat vaciláltak az ilyénél, legalábbis sokan ö, írták Twitteren, meg ilyesmi, hogy vajon Iszkó szélsőként lesz-e bent, vagy pedig ő KTK-ként, hát KTK lett az Ultimate Teamben, pedig a sima ö, head to -head dologban, viszont nem KTK lett, úgyhogy felettépp érdekes kíváncsi vagyok rá egyébként, hogy ez, ez mennyire fogja befolyásolni az ő kártyáját. A 92 dribbling az mindenképpen jónak mondható, illetve a 85 passzolás is. Szerintem egy jó kártyáról beszélhetünk. Aztán Ter Stegen kártyája van itt a következő helyen, 25-ként. Ez egy 89-es kártya, ami azért jónak mondható. És csak 38 a speed, tehát azért mondom, hogy szerintem Loris kártyája az brutális lesz egyébként, ha kihozod. Tehát ő biztos, hogy oda fog érni a labdára. Terztégen kártya egyébként szerintem a Laligában a legjobb lett, tehát én én jobbnak mondom, mint a Navasét. Kérdés, hogy mennyire szeret majd például lábbal védeni, stb. stb., mert előző évben szerintem a Terztégen kártya igencsak OP-ra sikeredett. Következő játékos 24. helyen David Szilvának a kártya, ez meglepő egyébként számomra. 66-os pésszel hát csak KTK-ban alkalmaznám, vagy esetleg CM-ként. 91 dribbling az tökéletes, a 74-es lövés az elég gyengének bizonyul. Viszont négy csillagos trükkmozdulata van, és kettő csillagos gyengébbik lább, hát nem használnám ezt a kártyát, megmondom az őszintét. Tehát 60-as fizika, 66-os futási sebesség és 74-es lövés, ez, ez nem lett egy jó kártya, azt kell mondanom. Aztán itt van ugye a Bayern Münchennek a hátvédje, Metz Hummels, hát. Ö én évek óta nem használom ezt a kártyát, 65-ös futási sebessége van, illetve 90-es védekezés, és csak 76-os fizika, hát azért kíváncsi leszek, hogy mennyire tudja felvenni a versenyt majd a nagyobb fizikájú játékosokkal. Kaváni, például Kavánival, mert neki van mondjuk 76 pésze, ami ugye 11 el több, mint ugye a bayern védőnek, de, de azért fizikában egy héttel odaveri, tehát meglátjuk majd, hogy ez a Bayernes hátvéd mennyire lesz használható. Hike Hike workrétja van Kavárinak, én azt gondolom, hogy befejező csatárként ilyen, hogy kaváni, Herikén és egyéb játékosok használhatóak lesznek, főleg az előzetes hírek szerint, hogy tényleg hogyan alakul majd a támadás felépítés, stb. 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 Úgyhogy én, én jó kártyáknak mondanám ezeket, aztán majd kiderül persze, mert úgyis pecselik a játékot, stb. stb. Egy Juventusos játékos került a 21. helyre, ami az utolsó kártya, ugye Dybala személyében, 85 pace, 85 shooting, 66 fizika, 84 passzolás és 91 dribbling. Egy egész jó kártyának mondanám, ugye 89-es összértékelése lett. Dybalát én évek óta a KTK pozíciójában használnám, és ezt szerintem idén sem lesz másképp, vagy idén sem lenne másképp, mondjuk a szériát annyira nem szeretem, ugye ezt már elég sokan tudjátok megvan a kellő lövése, megvan a kellő passzolása, a kellő lendület, tehát a KTK pozíciójában szerintem jobban használható, mint csatárban. Csatárban én szerintem Dybala azért gyengébb, mint mondjuk más játékos, mert fizikálisan iszonyatosan gyenge. Tehát oly arrébb lökik, mit tudom én, tényleg le tudják védekezni, stb. stb. Szóval én a Dybala kártyát KTK-ban használnám, aztán persze majd kiderül, három csillagos gyengébbik lába lett, illetve négy csillagos trükk mozdulata. És akkor végeztünk is nagyjából a játékosokkal, jelen pillanatban ott tartunk, hogy akkor még 20 darab játékost kell majd bemutatnom, elvileg ugye 20-tól tízig jön majd a holnapi nap folyamán, és akkor utána még egy epizód lesz, ami a top 10 jelenti. Srácok, mindenképpen jelezzetek vissza egy feliratkozással, illetve egy like hogy hogyha tetszett nektek ez a videó, és hasznosnak találtad. Írjátok le a komment szekcióba a véleményeteket, hogy mit gondoltok ezen értékelésekről, mi az, amit változtatnátok, mi az, amit, vagy melyik az a kártya, amit esetlegesen használnátok, beépítenétek a csapatotokba. És még egy darab kérdésem lenne felétek ezen videó végén, az pedig az, hogy milyen csapatot szeretnétek legelőször építeni a FIFA 19 kezdetén. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, találkozunk a következő videóban! Sziasztok!